másodéves vagyok a Szegedi Tudományegyetemen, és utána meg ezzel tervezem így a jövőmet is, meg a mesterképzésemet is. Balla Dávid és Tóth Kristóf a Szóval Győzni kommunikációs vetélkedő két évadának nyertesei azért érkeztek, hogy egy kis retorikai segítséget nyújtsanak az érettségi előtt álló végzősöknek. A fiatalok elmesélték, hogy a vetélkedő mennyiben segítette őket abban, hogy kommunikációs területen tudjanak elhelyezkedni, tovább tanulni. Kristóf a Táska Rádiónak is köszönheti az alapokat, de dolgozott már a Magyar Katolikus Rádiónál is. Jelenleg a Prosperis Alba Kutatóközpont kommunikációs munkatársa, ingatlangazdasági elemzőként is dolgozik Budapesten, és mindemellett a Corvinus Egyetemen tanul. Azt mondja, számára fontos, hogy átadhassa az érettségizőknek is az évek során megszerzett tudását, tapasztalatait, hiszen ma már újfajta kihívásokra is szükség van a sikerhez. Mi ezeken az alapvető formai dolgokon szeretnénk sokkal inkább túlmutatni, és olyan valós tapasztalatokat és technikákat behozni, gondolok itt meggyőzés technikákra, kommunikációs technikákra, amiket gyakorlatilag a privát életükben és akár a szakmai életükben is hasznosítani tudnak az életútjuk során. A diákok magyar tanára szerint a vizsgák előtti utolsó hetekben nagyon hasznos lehet egy ilyen rendhagyó óra, hiszen egy-egy ilyen alkalommal nem csak a végső megmérettetéshez, de az élethez is kaphatnak útravalót. A végső finishben nem hiszem, hogy a száraz tananyagnak a mormolása és a leadása a cél. Tehát azt gondolom, hogy élővé kell varázsolni. Hiába van 5 hét vissza az érettségig, attól még csoportmunka, kahutozás, játék, és én úgy éreztem, hogy a fiúk ezt meg tudják valósítani. Kapcsolataim révén könnyedén nem segítettem, kis vállalkozása érdekében. A diákok a foglalkozás során feladatot is kaptak. Egy állásra jelentkezés során kellett meggyőzniük a képzeletbeli munkáltatót arról, miért van szükség a munkájukra. Emellett tanácsot kaptak abban is, hogy hogyan tudnak kitűnni a tömegből, hogy kell jó motivációs levelet írni, és hogy a mesterséges intelligencia hogyan segítheti a tevékenységüket.